Lecs János már gyerekkorától autószerelő akar lenni. Szeptembertől ebben a márkaszervizben tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. Ebben segíthet neki az új szakképzési törvény, hogy megismerje és elsajátítsa a szakma gyakorlati oldalát. Valamint a nemrég megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíj rendszer is támogatja a diákokat a szakma megszerzésében. Mindenki, aki belép a szakképzésbe alanyi jogon, ösztöndíjra lesz jogosult ez év szeptemberétől. Ez az iskola típustól függ. A technikumban 8000 forint körüli havi összeggel indulunk, a 3 éves szakképzőiskolában 15000 forint havi összeggel indulunk, és mindaddig ösztöndíjat kap a tanuló, amíg a duális képzésbe ki nem megy. Ennek értéke tovább növelhető, mivel a tanulmányi átlag függvényében állapítják meg az ösztöndíj mértékét. Változik továbbá az oktatók kötelező óraszáma, ez 22 óra lesz. A szabadságok tekintetében a 20 nap alapszabadság mellett 20 nap pótszabadságot határoznak meg, ami életkor alapján fog járni. Így például egy 46 éves oktatónak már 50 nap szabadsága is lehet. Egy rugalmasabb foglalkoztatási lehetőség lép be, hiszen megszűnik például az a kötöttség, hogy óraadót milyen időkorlátban alkalmazhatunk. Vele együtt ugye megjelenik egy bértömegnövekedés a szakképzési centrumban. Ez a bértömegnövekedés viszont majd azt teszi lehetővé, hogy egy magasabb óradíjjal tudjuk a gazdaság szereplőit és azokat a mérnököket, technikusokat bevonzani az oktatásba, akik ehhez kedvet éreznek, affinitásuk van. A tanulók mellett a tanárok is megemelt juttatásokban részesülnek. A 2020. júliusától életbe lépő szabályozás 32 000 pedagógust érint, a fizetésemelés országos átlagban akár 30%-os is lehet.